Én el láttam a háborút, csillagok égtek el, és mindenre sötétség borult. Eltiporti mák, megtört, megölt, ölelés maradt csak nyomán. Nehéz a téma, nehéz a kérdés, mert igazából nem szoktam megkülönböztetni az embereket, pláne egy ránézésre, vagy mondjuk a baráti társaságomban. Ugye nincs senkinek piros betűvel, hála jó Istennek, nincs senkinek a piros betűkkel a homlokára írva a származása. Amit most láttak, abból 54 kisfilmecskéből 2 darab. Az a címe, hogy Zsidó mesék, és még egy dolog hozzárendelődött ehhez nem véletlenül. Azt tudnilik, hogy ebben a karosszékben ül mindenki. És ez a karosszék, ez 54 darab csillagos háznak a udvarára, a lépcsőházába, a házába van kitéve, és annak is van én szerintem egy egyértelmű, nem is olyan titkos üzenete. Tehát 54 interjú, 54 csillagos ház és 54 két-három perces vallomás arról, hogy zsidó ember, zsidó mesék. Különös hallgatás lett urrá a szobán, és azt mondta, jó, akkor várj egy kicsit, megvárjuk, mint hazajön a nővéred, vagy a nővérem is otthon volt, nem tudom, és leültetett bennünket, és elmesélte az élete történetét. És akkor tudtam meg, hogy azt is egyáltalán, hogy zsidó származású, azt is akkor tudtam meg, hogy a családja jelentős része a áldozat, tehát holokauszt. Ugye 54 ilyen kisfilm készült, és hát én majdnem mindegyiket megnéztem, és fantasztikus, nagyon emberközeli történetek, amiből tényleg az látszik, hogy mennyire közös a történetünk. Ebből egy társadalmi célú reklám is készült ezekből a filmekből. Illetve még azt is szeretném elmondani, hogy ez a projekt, ez a Holokauszt Emlékév civil alapjának és a Tett és Védelem Alapítványnak a támogatásával jött létre. Megpróbáltuk nem zsidó származású emberekkel megtölteni ezt az 54 interjút. Én életemben soha nem azt szerint osztottam fel az embereket, hogy zsidó vagy nem zsidó. Fogalmam nincs egyébként, hogy ki az, ki nem. Ezt most láttam, hogy könnyes szemek kell nézni, és utána egy nagy tapsot kaptam, és ezután ezt követve odajöttek az anyukák és a nagyanyák, és puszilgatták, de a Korolowski mama volt az egyik, aki hozott nekem egy táblacsokit, és nagyon boldogan könnyes szemekkel puszilgatott. Szóval ezek olyan élmények, amik a síromig elkísérnek. És valahogy mindig is olyan közel éreztem magam a zsidókhoz. Nagyon vallásosak a romák, és tudják azt, hogy Isten kiválasztott népe a zsidó. És sokszor a romák sokkal jobban tudják, mint maguk a zsidók, hogy mennyire kiválasztottak. És sokkal jobban tiszteletben tartják ezt. És azt kezdtem mondani, hogy egy ilyen viccesebb hasonlattal, hogy minthogyha egy kémény seprűt látnánk, ugye, hogy megfogjuk egyből a gombot, hogy szerencsét hozunk. Ugyanúgy vannak a zsidó emberekkel is, hogy ha megérintik, vagy ha beszélgetnek vele, akkor áldottak lesznek, hiszen Isten kiválasztott népe. És lehet, hogy nem pont ez a vallás miatt, hanem egyszerűen annyira istenfélőek, hogy ezt hiszik, ezt vallják. A fantomok elleni harc az akkor hűthető le, hogyha egy kicsit megpróbáljuk a valóság világába lehozni a diskurzust, és beszélünk arról, hogy tulajdonképpen mi is az a zsidó, és mi is az, amitől mi félünk, amit mi nem szeretünk, vagy amiről mi azt gondoljuk, hogy nem szeretik mások. És akkor hirtelen úgy minden úgy a helyére kerül, és kiderül, hogy tulajdonképpen nem is vagyunk olyan messze egymástól. Tulajdonképpen lehet, hogy másképp gondolkodunk, adott esetben mások a vallási szokásaink, vagy talán nem is vagyunk vallásosak. Lehet, hogy más a családi történetünk, de mint ember tulajdonképpen nincs is annyira, mint gyűlölködnünk. Ez 54 mély vallomás emberségről, mert nem sikosságról szólt, nem csak múltról, és arról, hogy együtt lenni érdemes ebben az országban, úgyhogy nem különböztetjük meg a másikat. Ez talán egy picikét hozzájárul ahhoz, annak a kötnek a felszállásához, ami ma ebben az országban van zsidósággal kapcsolatban.